Ó, nézzétek, mennyire békésen játszik mindenki. Milyen kár lenne, ha valaki ezt csinálná. Nézzétek meg, emelkedj Monoculus, emelkedj, még észre sem vették. Nem raktam rá sok HP-t, úgyhogy elvileg eléggé könnyen meg tudják önni, de a Heavy az berohant oda, wow! Micsoda öngyilkos Heavy, és még él, és valahogy még él. Még mindig él? What the hell? Látnátok azt a Heavyt, aki belerohant a szembe konkrétan? Hova, ott van, megtaláltam. Emberek, öljétek meg! Imádok én hatalmas méretű bosszokat lerakni. Általában nem szoktam nagy HP-t rakni rájuk, mert akkor eléggé nehéz megölni, és az hosszú meg minden, viszont ennek nincs sok HP, az a 5000, úgyhogy szerintem eléggé könnyen le lehet lőni róla. Nézzétek, hogy a húvi hadsereg darálja, ott egy gombasapka, figyeljétek, ő is darál, am-nam-nam-nam-nam, és mindjárt meg is hal. Már csak a negyed HP-ja van hátra, és szerintem még közben idézek még egyet, mert hát igazából az ugye legviccesebb. Például ide mögéjük egy nagyon kis HP-s ilyet. Nézzétek! Még a szemet lövik, ami éppen elpusztul, de mögülük már jönnek a csontvázok, a csontváz hadsereg, és nem is sejtik. Wow, ne, gombahúvi, miért tauntoltál? Látjátok? Ezért nem tauntolunk, gyerekek, ezért nem tauntolunk a kill után, mert így járunk, mint az a gombahúvi. Ott vannak a csontvázak. Ezek egyébként be tudnak menni a spórra, úgyhogy itt azért eléggé nagy probléma van. És egyébként, hogyha valaki friendly módban van, akkor is tudják a bosszok bántani, úgyhogy igazából senki nem menekülhet. Ez a demóban konkrétan itt állt a szekrény előtt, és így is meghalt, úgyhogy... Nézzétek, húbi, ő is bezárkózott a szekrény elé, és egyelőre nagyon darálja őket. Egyébként ezeknek akkor is még elég sok hábjuk van, amikor 1000-re rakom, de mindegy, a Heavy az megbírkozott velük, úgyhogy igazából nincs jó, itt még kín van 3, azt hiszem 10 spawnon egyszerre, úgyhogy hetet már legyűrtek, úgyhogy szerintem jöhet a következő adag. Egy Merasmus, nagyon durván nehéz egyébként, úgyhogy abból rakok egy ilyen, egy picit? Ja, egy pici az jónak tűnik. Nézzétek meg, ide rakom. Opá. Ez nem tudom, mi volt az alag, de Merasmus megérkezett, úgyhogy szerintem ez valamit jelent. Merasmusnak egyébként hatalmas hatótávolsága van, nézzétek meg, őket is megcsaptott a lángjával, aki... Wow! Merasmus aztán tényleg pusztít. Ó, milyen szép kis táborotok van itt. Nem bánnátok, hogyha mondjuk beraknék ide egy ilyen kis mini valamit? Tehát ez mit szólnátok például? Itt a gombahúvi megint. A gombahúvi megint meg fogja szívni, de nem. Emelkedj Monoculus. Neki most nagyon kevés HP-ja van, egy laza 1000-es, úgyhogy igazából semmi perc alatt meg lehet ölni, de azért gondoltam berakom mind a táborukba, hogy lássák, hogy ilyen lehetőség is van. Nézzétek meg. Ilyenkor egy kicsit azért sajnálom Monoculust, mert beraktam 1000 HP-val és nem nagyon tud semmit csinálni, úgyhogy konkrétan megidéztem egy lényt csak azért, hogy meghaljon, ami egy kicsit szomorú, de igazából szerintem eléggé fun. Ó, megvan mit csinálok, egy 5000 HP-s hatalmas csontvázat. Igazából olyat is tudok majd, hogy a hordát leidézem, és minden egyes csontváza ekkora lesz, de ha abból eléggé sokat lerakok, akkor szerintem kifogy a szerver egy idő után, úgyhogy azzal óvatosan kell bánni. De most itt van egy hatalmas piros csontváz, és rá sem raktam túl sok HP-t, úgyhogy igazából látjátok, hogy szalad is lefelé a HP-ja. Oké, viszont én közben szerintem elkezdem idézni a hatalmas csontváz inváziót, ami egy kicsit durva lesz, és lehet, hogy majd nekem kell megölnöm a bosszokat, mert nekik nem fog menni, de hát igazából meglátjuk. Ó, hát ezt nem én raktam le, igen, időnként vannak maguktól is bosszok, úgyhogy igazából ő az. Jó, akkor ezt inkább megvárom, mert a Merasmus az önmagában is eléggé durva, tehát hogy velük is meggyűlik, azt nézzétek, mindenki repült. Merasmus hatótávolsága tényleg egy kicsit nagy egyébként, úgyhogy azt majd megnézem, hogy ezzel mit tettek, de ezzel valamit kezdeni kell, de utána jön a hatalmas horda. Oké, gyerekek, jön a horda. A horda az hatalmas csontvázokból áll, amiknek rengeteg HP-ja van. Tehát, hogy azért az 50 000 szerintem nem vállalom be, de egy ilyen 30 000 HP minden egyes csontváznak szerintem megfelel, és ezt be is rakom ide. Oh, láttatok már ennél gyönyörűbb dolgot? Nézzétek meg, hogy lassan mozognak. Hamnyamnyamnyam. És azt, ahogy lekapják a HP-jukat. Ugye eléggé bágos ilyenkor a HP mutató, mert ugye rengeteg csontváz van, úgyhogy nem tudja, hogy melyiknek mutassa, de ahogy látom, mindegyiknek eléggé megy le a HP, úgyhogy lehet az 50 000 is kevés lenne, még lehet, hogy több osztagot kell leidéznem egyszerre. Egyébként ezeknek a csontvázoknak van egy olyan tulajdonsága, hogy nagyjából egyszer halnak meg. Tehát, ha valakinek lemegy nullára a HP-ja, akkor még a többit is le kell vinni, és akkor hal meg az összes egyszerre. Ez nem mindig van így, eléggé furcsán működik a rendszer, de én ezt néha úgy észrevettem. Hát például annak lehet, hogy már 0 HP-ja van, viszont ezeknek még nem úgy, hogy mindet le kell vinni 0 HP-ra, és akkor fognak meghalni. Ezek szerintem nem tudnak bemenni a spórra, de szerintem csak azért, mert túl nagyok, úgyhogy ennyi jó dolog van benne. Ne, meg fog halni ez a királynő húvi, De milyen sokáig túlélt itt egyébként, lehet, hogy bele volt szorulva a bossba, mert eléggé úgy nézett ki. Szerintem ennél többet idéztem le, úgyhogy nem ott van még a háttérben egy, oké, akkor mindegyik megvan még. Imádom nézni, hogy a húvik harcolnak, nézd, mindjárt meghal, ne! Szegény Hubi, nem tudta, hogy mi vár rá. Itt úszik a hullája. Ő egy hősi harcos, gyerekek, őt tisztelni kell, nézzétek meg. Látod rajta, hogy ő harcolt. Jó, a csontvázok kicsit durvák voltak, úgyhogy szerintem egy kicsit menjünk lejjebb a szinteken. Egy Monoculuszt, aminek van mondjuk egy jelloza 30 000 HP-ja, igazából szerintem jobb lesz, és hatalmas is legyen. Bum! Nézzétek meg, hogy felemelkedik a víz alól. Mi egyébként elég hibákos is, amikor itt van a Monoculus, akkor ott is látszik. Igen, az nem egy igazi Monoculus, és azt lövi a Heavy, de az csak egy ilyen skyboxos Monoculus. Hát ez eléggé bonyolult elmagyarázni, hogy ő nincs ott. Tehát, hogy pályán kívül van, ő az igazi Monoculus, és őt kell lőni. Ez leginkább akkor van, amikor itt van egyébként, úgyhogy nem tudom mi okozza, de majd megszűnik egy idő után. Nézzétek meg, ez a Heavy elég össze lehet zavarodva, hogy lövi a Monoculus, és hirtelen eltűnik onnan. De ne, ő gombahuvi, ő gombahuvi. Lőjed, lőjed, alig van HP, tudja, hogy van át szendvics, mindenkinél van szendvics, edd meg, edd meg! Szaladj, gombahúfi, és megeszi. Nagyon aranyos. Hát azért 30 000 HP-ja szerintem egy kicsit sok, mert eléggé lassan viszik le, de... hát mindegy, szépen viszik, úgyhogy... az itt becélozza a szendvicset fogyasztó gombahúfit a Monoculus, de szerencsére ez nem történt meg. Vannak medikek is, nagyon menő minden. Wow, és megjött egy skeleton hord, amit nem is én idéztem, hanem csak úgy random jött magától. Oké, hát igazából ez nem az én hibám, én nem tettek róla, ez eléggé nehéz most szerintem. Szegény új! Ott rászkodott a csontvázak között, és... jó, ez nagyon viccesen nézett ki, de... imádtam, amikor valakit így körbekerítenek a bosszok. Igaz, hogy neki szerintem eléggé rossz, mert biztos, hogy meghal, de... valaki meghalt? Megölték a csontvázakat? Ilyen hamar? Wow, gyerekek! Az igen. Viszont a Monoculusnak még van egy rakás HP, úgyhogy szerintem arra is kéne kicsit koncentrálni. Egyébként a bosszok ellen elég jó taktika, hogyha följöttek ide a dombra, mert ugye leginkább ott vannak lent és nehezen tudnak ide följönni, viszont a klinebb biztonságból tudjátok lőni őket. Ez nem mindig működik, mert fel tudnak egy idő után jönni ide is, de értitek, jobb, mint az, hogy lent álltok mellette. Bár ez persze a Monoculusra nem vonatkozik, mert ő repülés igazából bárhonnan lőhetett, tehát hogy bárhova föl tud menni, úgyhogy sehol nem vagy biztonságban. Scout, meghalsz? Nem, szépen arrébb állt, nagyon kedves gyerek. Nézzétek ezt a huvit, hogy darálja, megy és darál! Mindjárt meghal a Monoculus, úgyhogy szerintem lassan idézhetem a következő dolgot. Nem, meg fog halni, Van a szendvics? Nem, nincs, shotgunt hozott. Ki hoz shotgunt erre a szerverre? Hát igen, ha most lenne szendvicsről, akkor nyugodtan tudnál enni, és akkor nem lennének ilyen problémák, de nézzük addig, hogy a többiek harcolnak. Igen, elkezdte a dombon lévőket és lőni Monoculus, úgyhogy ott sem vagy teljes mértékben biztonságban, de az még mindig jobb, mint például annak a Pyrónak ott, aki random a vízben úszik, és szerintem rövidesen meghal, nem visszafújta a rakétát? Visszafújta a rakétát, wow, gyerekek, oké. Akkor igazából lehet, hogy a Pyro tudja, hogy mit csinál, és jó, hát eddig tudta, hogy mit csinál. Kíváncsi vagyok, hogyha ide a hídra rakok valamit, akkor az beleszorul a hídba, vagy úgy rendesen fog működni. Nézzétek, ott ünnepelnek, de nem ünnepelhetnek sokáig. Egyébként most lerakok egy hatalmas Merasmust, ami valamiért bágosan néz ki, és nincs lába, de ez igazából ez a varjon senkit. Ide rakom és megnézzük, hogy vajon bágos lesz-e? Aha, ott marad, nem tud mozogni, de azt hiszem próbálja bántani az embereket. Igen, és sikerül is neki. Imádom látni, hogy mindenki egyszerre lángolva fölrepül, és mindenki kap a szendvicsér. Van a szendvics? Ne! Nincs idő szendvicset enni, A kis menkósabb is. Gyerek, van nálad? Próbál? Jó, oké. Ne! Próbáltam megint a szendvicset, de Merasmus még egyszer belecsapott egy ilyen hatalmas villámmal, úgyhogy nem volt lehetősége megenni. Oké, gyerekek, ennek a Merasmusnak nincsen sok HP, úgyhogy lassan azért meg kéne ölni, de... én azért elismerem, hogy eléggé durva, tehát hogy nem sokára életbe lép egy ilyen változtatás a szerveren, és mindegyik boss egy kicsit könnyebb lesz, vagy igazából lehet, hogy már életbe is lépett, ebben nem vagyok biztos, ha igen, akkor még tovább lesz gyengítve Merasmus, ha nem, akkor majd életbe lép, és akkor minden jobb lesz, mert oké, hogy jó, hogyha egy boss nehéz, de azért ez eléggé durva szerintem, viszont most még nekem megfelel, eléggé szépen néz ki, amikor így 6 felé kicsapnak a villámai, ez nekem nagyon tetszik, viszont meg is halt, úgyhogy igen, ez a híd, ez eléggé bugos a bossoknak, mert eléggé kicsi, úgyhogy igazából erre számítottam, hogy ez fog történni, és beleszállt a könyvbe, és belecsobbant a vízbe, úgyhogy ez szép volt, emberek. Na, ilyet még nem is raktam le, nézzük, hogy hol állnak, sokan itt középen ünnepelnek, és akkor szerintem, hát te mit csinálsz? Ő egy sniper, aki boldogan lövi az embereket, de mi lenne, hogyha én egy ilyet ide raknék mellét? Egy hatalmasat. Nézzétek, hogy emelkedik és tartja a fejét. Szegény gyerek. Én úgy el tudom képzelni, mennyire megijedtem, amikor leraktam mellé, tehát én... Jaj, ennek ilyen kevés HP-t adtam? Én ennek többet szerettem volna, várjatok, ez nem így működik. Horsemann, és akkor mennyit adtam ennek? Lesz, hogy 1000-et adtam csak. Mindegy, akkor nekünk egy ilyen 15 000 HP-sat is egy hasonlóan nagyot oda. Ez az igazi gyerekek, ezzel harcoljatok. Ez is emelkedik, milyen büszkeség teljesen. Méltóság teljesen? Igen, inkább méltóság teljesen, az egy jobb kifejezés erre. És el is kezdte lecsapdosni az embereket a hatalmas Benhammer-ével. Amiről még régebben volt egy videóm. Azt, ahogy ledaráltak 15 000 HP, gyerekek, ismétlem, ennek 15 000 HP-ja volt, és nagyon durván hamar ledarálták, úgyhogy minden elismerésem a tietek, de... Vajon ezzel is el tudtok majd bánni? Na ezt figyeljétek, Ide is egy ilyen. Aztán gyorsan... Ide is egy ilyen. Aztán... Ide is egy ilyen. Ezek minden kis aprók és nincs sok HP-juk, de lerakok belőlük egy rakást, hogy szépen működjenek együtt. 4 darab Monoculus és... Ó, hát már megy le a HP-juk, eléggé úgy villognak a különböző Monoclusok HP-jai. Oda is teleportált egy. Remélem nem fognak egymásba teleportálni, hogy úgy beleakadjanak egymásba. Ez kicsit durva lenne, de egyben biztos is, úgyhogy szerintem menő lenne. Azt a gyerekek, nézzétek. Lassan egyébként elkezdenek fogni szerintem, mert valamelyik mindjárt meg is hal, az meghalt szerintem. Ez is meghal, igen. Már csak ketten vannak, gyerekek. Ó, valaki azt mondta, hogy könnyű. Hát akkor mondjuk rakok ide egy... Ez hogy tetszik, emberek? Be is csöpoltik a következő csontváz, és elkezdi bántani a húvit, ez megint a gombahúvi? Nem, ezek nem a gombahúvik. Azt a gombahúvit ebben a videóban már rengetegszer láttuk, hogy megszívta az egészet, de most itt van, és boldogan darál. Jaj, még mindig élnek ezek? Én azt hittem, ezeket megölték, azért szpannoltam le a következőt, de hát igazából akkor még nehezebb, mint amennyire gondoltam, de az nem is baj. Én egyébként helyükben inkább ezeket gyorsan lelőném, és aztán foglalkozni a csontvázzal, mert ezeknek úgyis már kevés hápjuk van valamennyire, úgyhogy ez nem tűnik egy rossz taktikának, de igazából úgy csinálják, ahogy ők akarják. Gondolom mindenki elkezdte lőni azt, akit éppen talált. Ó, itt egy csirke Heavy. Találtam egy csirke Heavyt a szerveren. Nézzük meg, hogy darálja szépen Monoculust. Hoppá, gyerekek! Tomislával itt áll, és bum-bum-bum-bum. Nézzünk valakit, aki a csontvázakat öli. Például itt van ez a Heavy. És egyébként nem tudom, melyiknek van kevés HP a Monoculusnak vagy a csontváznak, de valamelyiknek eléggé azon, úgyhogy szerintem az nem sokára meghal. Nézzük még embereket, ő is ott darálja a csontvázat. Itt egy random engineer, aki nem nagyon érdekelnek a dolgok. A szentük le vannak tiltva a szerveren, mert eléggé nagy problémák voltak belőlük, úgyhogy igazából nem tudom, hogy mit szeretne engineerrel. Oké, ez a Heavy ez menekül, ő afkol. Jó, nem, szalad harcol, lehet, hogy lódótot váltott igazából. Itt van megint egy Heavy, hoppá gyerekek, valaki lövi is a bosszokat? Igen, azért találok embereket, de legtöbben ott táboroznak, vagy nem tudom mit csinálnak, és aha, mindjárt meghal az egyik, Monoculus volt a kevés HP, és neki sincs már sok, de azért kicsit több, mint Monoculusnak. Oké, ilyenkor mikor már csak egyetlen boss van, akkor sokkal könnyebben mindenkit fókuszálja, úgyhogy eléggé pörög lefelé a HP-ja. Nézzétek mennyi Heavy, azt, és mindenki őt darálja. Szegény csontváz. Bár igazából nem szegény, mert neki van rengeteg HP, úgyhogy van lehetősége megölni az embereket. Például azt a Heavyt nagyon durván meg fogja ölni. Hát, rip, szegény Heavy. Ó, sziasztok! Azt hiszitek, hogy itt biztonságban vagytok? Ide rakok egy nagyon pici, nagyon kevés HP-s Monoculus, de attól még ide rakom, úgyhogy nézzük a Soldier-t, alig van már HP-ja, mert ugrál, de nem tudja, hogy hamarosan mi fog történni vele. Vagy meg se tudja? Monoculus, légy szíves! Itt áll egy alig... Kevés HP-val rendelkező Soldier is, és wow. Egy kicsit csalódtam Monoculusban, de nem baj, még őt is megölheted. Megölte, nagyon menő. Ugye mondtam korábban, hogy ha rengeteg ilyen hatalmas csontváz hordát idéznék le, akkor szerintem kifagyna a szerver, és én addig nem szeretnék elmenni, kifagyjon a szerver, de szerintem lerakok egy párat, és megnézzük, hogy vajon mi fog történni. Tehát akkor egy ilyet. Igen, mennyi HP-val? Mondjuk egy ilyen 10 000, szerintem bőven elég. És akkor oda rakunk egyet. Aztán átjövünk erre a szigetre is. Már mint a logot van egyet, a szerverben én voltam, nem tudom. De a lényeg, hogy megnézzük, hogy milyen lesz ez. Ez is legyen hatalmas, és ide is rakunk egyet. Wow, gyerekek. Mind a kettő szigetre raktam egyet, és ennél még sokkal többet is tudnék, de szerintem már ez is borzalmasan durva, és igazából le kell azt lélyenem őket, mert biztos, hogy nem tudják megölni. Nincs az az Isten, hogy egy szerver meg tudjon ölni ennyi csontvázat, amiket ráadásul légi trükkös megölni, mert ugye mondom, hogy mindegyiket le kell sebezni, úgyhogy nézzétek, ó, a Pyro! Hát ez nem az ő napja, XX Creeper nevű Pyrónak, és még itt is csontvázakat talál. Vajon meddig él túl? Próbálja elkerülni őket? Váó, gyerekek, hogyha egyszerre ránézzük össze egy csontvázra, akkor lemegy az FPS-en már, úgyhogy... Ami egyébként nem csoda, mert eléggé nagyok a csontvázak, úgyhogy szerintem ez teljes mértékben érthető. Ti hol vagytok ott egyébként? Tehát, hogy... Ja, bejöttek ide is. Oké. Nem igazán tisztelik a fizika törvényeit, ahogy látom. Wow, gyerekek, ezt nézzétek! Feljövök ide a magasba, mennyire tudok a magasra jönni? Nagyjából úgy idáig, úgyhogy most mindenki szépen dőljön hátra, és kezdj el nézni, hogy ezek a hatalmas csontmázok pusztítanak a szerveren, és mindenki próbál menekülni. És ott hátrálva úszott a Hupi, és próbált még túlélni, de nem sikerült neki. Ja, ez egy Soldier volt. Eddig úgy láttam, hogy egy Heavy, de hát mindegy, igazából ő is hősként halt meg. És van csontváz rajta, vagy ilyen koponya, úgyhogy hősi halált halt. Nézzétek ő is, nézzétek ő is! Nézzünk emberek, hogy harcolnak. Például... What the hell? Oké, őre gondoltam például, tehát ilyesmire. Bár, hogyha ide beállsz, akkor nem tud bántani a csontváz. Jó, lehet, hogy a tető miatt nem fér hozzád, akkor az a Heavy ez nagyon jó helyet talált a bosszolésre, úgyhogy... Jó, persze nem mindennél működik, mert Monoculus simán lelőtt téged meg, mert az musz a pálya másik feléről is lecsap, de az ilyen csontvázaknál szerintem ez egy működőképes hely ide beállni a terasz alá, úgyhogy ez a Heavy tényleg egy jó kis pozíciót talált. Ő itt áll a pálya szélén, és egy HP-val öngyilkos lett, úgyhogy nagyon menő. Nézzünk még daráló Heavyket, nézzünk még daráló Heavyket! Jó, szerintem lerakok még egy gyerekek, mert úgy tűnik, hogy itt nem akkor még a káosz, hogy itt megálljunk. Még egyet, mondjuk egy ilyen 5000 HP-s ad, hatalmas mérettel, és BUM! Ez a harmadik? Megöltik az egyik hordát? Mert ott egy is, most idéztem le egyet. Wow, megöltek egy teljes hordát! Azt a mindenit! Jó, hát én mondjuk nem akarnék kijönni a spawn ajtón, nézzétek meg őket, nézzétek meg őket! Nagyon menő, hogy nézik az ajtón keresztül a világító bosszokat.